Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a református templomban és az új orgona mellett. Rákász Gergely művész úrral beszélgetünk. Már volt egy kis ideje kipróbálni ugye ezt az új orgonát, milyennek találja? Ez egy csoda, ez a hangszer. Tulajdonképpen pontosan azért igyekeztem rávenni ugye a városvezetést, illetve a református egyházközséget, hogy egy ilyen típusú hangszert válasszanak, mert ez egy olyan remek hangszer, hogy én egy pendrive-val megérkezem ide a városba, nekem is egy szinte ugyanilyen hangszerem van, és az összes beállításomat egy pillanat alatt be tudom tölteni, és aztán fantasztikus dolgokat lehet ezáltal megszólaltatni. Szóval sokszor mondom, ilyen interjúk alkalmával, bár talán a templomi közeg nem szerencsés, hogy ezzel viccelődjünk itt, de egy-egy orgona koncert a legtöbb esetben olyan, mint egy éjszakás kaland, tetszik tudni. Az ember fölül egy hangszerre reggel, elkezd rajta próbálni, és este koncert van, és mivel minden hangverseny orgona más, ezért mindig újat kell megismerni. És hát az ember úgy persze, hogy nagyjából tudja, hogy mi hol van, és hogy mihez hogy nyúljon. Tehát egészen más ez a dolog, meg az, amit én szerettem volna, hogy egy ilyen 2 éves, 10 éves házasságom legyen egy hangszerrel, amikor minden rezdülését, minden apróságot tudok. Hát ugye egészen más típusú hangzásokat lehet ilyen módon kicsalni egy hangszerből, és hát mivel ez az orgona pontosan ugyanazt tudja, mint az enyém is, ezért kvázi ezzel az orgonával is van már egy 10 éves házasságom, így a beállítások tekintetében, tehát csoda, ami majd megszólal itt hamarosan, legalábbis én úgy gondolom, hogy ez az, és hát nagyon remélem, hogy a közönség is majd. Miskolci diákoknak már játszottam ebből a műsorból részleteket, hát ők eladták minden alkalommal a hangversenytermet, úgyhogy remélem, hogy itt is valami hasonló történik majd. És a csoda akkor adott, amin játszok a csodán, de milyen dalamokat fognak hallani a karcegélköntől? Pontosan ebből kiindulva, hogy évek kellettek, mire összeszoktunk ezzel a hangzásvilággal. Most először, így 2 évnyi gyakorlás után merem azt mondani, hogy tényleg úgy minden csínyát, bínyát ismerem ennek a hangszernek, és azt a címet kapta a hangverseny műsor, ami hamarosan indul ország és Európa szerte, hogy Organ Magic, azaz ugye egy varázslat az orgonán. És hát tényleg ugye a kezemet figyeljék időnként, hogy mi minden történik, hol az egyik manuálon, hol a másikon, hol ilyen hangszínnel, hol olyan hangszínnel fogok játszani, és ugye így kerülhetett a műsorba Vivalditól a 4 évszakból a télnek néhány tétele, egy Csajkoszki diótörőjét sikerült átírni orgonára, abból 2 tétel a virágkeringő és a csokoládé tündér tánca. Lesz még egy pici Bach, hiszen itt kérték a helyiek, hogy mindenképpen egy kis Bachot játszak. Úgyhogy ilyen, nagyon színes, Handel Halleluja a vége. Ha már egyszer ugye új orgona, akkor örvendezzünk egy kicsit, úgyhogy a mai műsor Handel Halleluja-val zárul. Azt hiszem, hogy akkor ön lelkesedését látva nagyon lelkes, mi is nagyon lelkesek vagyunk, hogy sikerült ezt az orgonát megvásárolni, és azt hogyan is felavatja, ehhez nagyon jó kezeket kívánunk önnek, és nagyon jó koncentrálást, hiszen azt hiszem, hogy már elmondta az előbb, hogy összeszokott ezzel az új orgonával. Igen. Köszönöm szépen, nagyon fogok igyekezni, és egészen biztos csak lehetnek benne, nagyon jó hangszert választottak. Szuperül szól ebben a teremben. Ugye a komputer képes arra, hogy fölvegyük azt, amit én játszottam, úgyhogy én csaltam egy kicsit délután, fölvettem azt, amit játszottam, és utána beültem oda a sorok közé, és végighallgattam, és hát mesés a hangja. Csodálatos hangszer. Hát akkor mi is átadjuk magunkat a csodának, hiszen hamarosan kezdődik a koncert. Önnek jó játékot kívánunk, és azt, hogy még sokszor játszhatsz ezen a csodán karcagon. Úgy legyen. Köszönöm szépen.